Pesten. Törvény előtti egyenlőséget polgári és vallási tekintetben. Nemzeti őrselet. Közös teherviselés. Úrbéli viszonyok megszüntetése. Esküszék, képviselet egyenlőség alapján. Nemzeti vallás. A katonaság esküdjék meg az alkotmányra. Magyar katonáinkat ne vigyék külföldre. A külföldieket vigyék el. A politikai státuszfoglyok szabadon bocsátassanak. Unió Erdélye. Egyenlőség, szabadság, testvériség.
hölgyeim és uraim, Varóhuva táncos koreográfus társulata válaszúti táncokat mutatott be. Ezt megelőzően pedig a korondi fúvos zenekar dallamait hallhattuk. A szabadságharcra való megemlékezés szinte hiteltelen lenne huszárok nélkül, így köszöntjük az erdőszentgyörgyi Württemberg huszárokat és a gyergyói 11-es székely határőr huszárezred képviselőit. Kedves vendégek, tisztelt ünneplő közönség! Március 15 ünnep volt 1848-ban, mivel a magyarság saját kezébe véve sorsát harcolt a szabadságért. Ünnep ez a nap 2018-ban is, hiszen képesek vagyunk ilyen sokan összegyűlni és emlékezni. Sokat gondolkodtam azon, hogy én műsorvezetőként hogyan tudnék többet adni ehhez a megemlékezéshez, és folyamatosan arra jutottam, hogy nehéz dolgunk van. Egy olyan eseményre kell emlékeznünk, amelyet könyvekből, kutatásokból, történelmi tények által tudunk közelebb hozni magunkhoz. Néha sikerül, néha kevésbé, de egy bizonyos szükség van rá. Félelmek irányítják gondolatainkat, tetteinket, pedig a reményre lenne szükség. Ebben a bizonytalan korban, amikor a világról alkotott különböző elképzelések küzdenek egymással, szükség van arra, hogy felidézzük 48 tavaszát. Szükség van Kossuth honvédelemre buzdító lelkesedésére, különösen szükségünk van Deák bölcsességére, Széchenyi programalkotó gondolatiságára, de mindenek előtt 48. március 15-e fiataljainak bátorságára, hazaszeretetére, tetrekészségére és tiszta, önzetlen szándékára. Elsőként Sebestyén Péter római katolikus plébánost hívom a közönség elé, hogy a történelmi egyházak nevében köszöntse az egybegyűlteket. Tisztelt honfitársak, keresztény magyar testvérek! A legújabb kutatások szerint 1848. március 15-én, amikor a Pilvax kávéházból a forrófejű pesti srácok elindultak a Hatvani utcába, Landerer és Hekemász nyomdája elé, az útközben több ezres tömeg élén, hogy kinyomtassák a 12 pontot, Landerer Lajos nyomdász cenzori láttamozást kért. Megszeppenve álltak előtte, aki pecsét nélkül nem akarta kinyomtatni a programot. Aztán, amikor a nép nevében kérték a nyomdát, arra buzdította Petőfiéket, foglaljanak le egy nyomtatót, őt meg zárják be az irodájába. Így vált törvényessé a szükséghelyzet. A papírlap tetejére pedig utolsó pillanatban oda nyomtatták, legyen béke, szabadság, egyetértés. Petőfi meg otthon felejtette a nemzetit, a szövegét, fejből kellett diktálni a betűről betűre, miközben kinn 5000 ember állt az esőben. Emiatt Jókai ebédszünetet hirdetett a tömegnek, és délután 3-ra hívta vissza őket a Magyar Nemzeti Múzeum elé. De kedves honfitársak, kedves testvérek! A magyarságnak mindenképp elege lett a zsarnokságból. Szabad akart lenni az osztrák elnyomástól, a jobbágyságtól, a cenzúrától. Olyan nemzetként akart élni, amely önállóan határozza meg sorsát, céljait. A szabadság eszmény lelkesítette a márciusi ifjakat, a honvédeket, a székelyeket, a magyarokat, bárhol is éljenek a Kárpát-medencében. Akkor még a szabadság nem individualizmust jelentett, hanem szabadulást a zsarnokságtól. Kossuth szabad elvisége és Petőfi langlelkű hazaszeretete jól megfért egymással. 48-ban, aki nemzeti érzésű volt, az nem számított szélsőségesnek. Az akkori sajtószabadság alatt nem nemzetietlen, álságosan semleges, de közben liberális,
erőszakkal toleráns és felhígított sokszínűséget értette. Akkor még a magyarság nemzetben gondolkodott, és minden jó szándékú magyar a nemzet javára akart szabad lenni, a nemzet javát akarta. És a nemzet összeállt, egységben volt, ismerjük a reformkort, és egy új világ született. Mintha mára elkopott volna ez az érték, a szabadság, amiért küzdöttek az ifjak. Mert ma a szabadság csak egyéni szabadságot jelent. Közben elvárnánk másoktól, hogy segítsenek rajtunk, megvédjenek. Vágyunk a szabadságra, mi magunk szeretnénk utána járni az igazságnak, de nekünk tekintélyelvi alapon nem mondja meg senki, mi a jó és mi a rossz. A közben, mint agymosott Facebook nemzedék, önként, szabadon, a fogyasztói élvezethajház cenzúrázatlan diktatúrájának jármába hagyjuk a fejünket. Mint kíváncsi, meggondolatlan kölykök, minden érdekel, de semmi mellett nem tartunk ki, nem állunk ki, és nincsenek már ideájaink. Áldozatot hozni, kitartani egy döntés mellett, küzdeni egy ügyért, egy kapcsolatért, egy közösségért, amelyhez tartozom. Igen, legfeljebb akkor, ha van rá pályázati pénz. Ma kiveszett belőlünk a bátorság. Nem merjük egyéni és közösségi bőrünket a vására vinni. Féltjük a biztonságunkat, a megélhetésünket. És a pénz utáni hajszában, bizonytalanságban és elbátortalanodásban elszigetelődtünk egymástól. Ma már nincs tétje egy köztéri ünnepi rendezvénynek, már magyarkodik, aki székely vagy magyar zászlót kimerít enni a háza falára. Erőszakos cselekedeteknek tartjuk a forradalmat is, a békére hivatkozva, miközben ingyen, küzdelem nélkül adjuk fel értékeinket, eszméinket, a kényelem és az önzés javára. A mai szabadság erkölcsi meghasonlásra késztet, mert elszakadt a szívünkbe írt isteni parancstól. Elfelejtettük, hogy a szabadság elsősorban nem jog, hanem isteni adomány, amely arra való, hogy felismerjük a bennünk levő jót, s hogy képességeinket, talentumainkat a közös haza, a nemzet közösségének szolgálatába állítsuk. Megalkuvás nélkül. Kedves honfitársak, a nemzeti hovatartozást, az összetartozást, a hazafiságot ma sem adják ingyen. Ma sem könnyebb, mint a 48-as ifjaknak. Ma is küzdeni kell érte. Nem csak a világhálón, nem csak tüntetéssel vagy japán sztrájkkal, nem csak a fogyasztóvédőknél vagy a hatóságokhoz írt feljelentéssel, beadványokkal, hanem erkölcsi alapállásként, hűséggel a múltunkhoz, anyanyelvünkhöz, szülőföldünkhöz, azzal, hogy vállaljuk az itthoni küzdelmet nem csak a szakmai sikerek érdekében, hanem a közösség, a nemzet közös ügyeiért is. Akkor is, ha külföldön jobban fizetnek, nekünk itthon kell helytállni, mert az itteni életterünkhez való ragaszkodásunk létkérdés. Mert jogaink is erre alapozódnak. Nem lennének jogaink, ha őseink ki nem vívták volna. A szabadság óriási ajándék, de ára is van. 48 hőseitől bátorságot kellene tanuljunk. Elszántságot, hogy olyan eszményekért tudjunk és akarjunk küzdeni, amelyek láthatatlanul és mégis valóságosan beazonosítanak. Egyértelművé tesznek, hogy ne tűnjünk el a tömegben. Azok a márciusi 20 éves fiatalok nem csak szájhősök voltak, nem valami hirtelen ötlettől vezérelt flashmobot tartottak Pesten, hanem a pattanásig feszült helyzetben meghozták életük áldozatát. Nemzetük harcos fiaiként cselekedtek. Nem elhúzták a csíkot a helyszínről, hanem elmentek a lókereskedőhöz, kialkutták a lóárát, majd egyenruhát csináltattak, fegyvert kovácsoltattak, és beálltak a honvédségbe. Petőfi, Vasvári, Vajda János, Gábor Áron, Zeidamokos,
Berde Mózes és a többiek értelmiségiként, az akkori nemzedék szellemi vezéreiként fegyvert fogtak, és életüket adták a hazáért. A császári hadsereget kiszorították Magyarország területéről. A magyar szabadságharcot csak az orosz birodalom túlereje tudta térdre kényszeríteni. Magyarország európai országgá vált, kiki a legjobb tudása szerint azt adta hozzá, amilyen volt. Nyelvújítóink, íróink és költőink újjászülték anyanyelvünket, amin ma gyermekeinknek mesélünk. Építészeink megalkották az olyan mesterműveket, mint a Vigadó, az esztergomi bazilika vagy a Nemzeti Múzeum, amelyeknek máig csodájára jár a világ. Tudósaink feltalálták a gyufát vagy a villanymotrot, és olyan intézmények jöttek létre, mint az Akadémia vagy a Széchenyi Könyvtár. Iparosaink és kétkezi munkásaink pedig tudásukat, erejüket és szorgalmukat adták. Így épülhetett fel a Pestet és Budát összekötő Lánchíd. Így indulhatott el Pest és Vác között az első vonat. Igen, mert lobogott szívükben a haza szenvedélyes szeretetének a tüze. Kedves honfitársak, kedves magyarok, az igazi magyar lelkület, ami bennük volt, az kellene bennünk is legyen, ami nem ismer megalkuvást, ami nem szereti az elnyomást. A magyar embert nem demoralizálja az erősebb, a hatalmasabbnak az erőfitoktatása. A magyar nem csügged el a vereségtől, győzni akar, vagy meghalni. Tisztelt magyar testvérek, minket Isten a magyar nemzet részeinek, tagjainak teremtett ide. És ez nem csak jó, hanem felelősség és feladat. Ma is szabadok vagyunk arra, hogy nemet mondjunk a kísértésnek, hogy ellenálljunk a nyelvi, kulturális, politikai, beolvasztó kísérleteknek, és megválasszuk saját nemzeti önazonosságunkat. Március 15-e figyelmeztet, a folytonos megfelelni akarásban, a globalizációhoz dörgölőzésben, a többségi államhoz való haszonleső lojalitásban nemzettudatunk elveszíti magyar ízét, súlyát. Még egy házasságban is, ha nem tápláljuk és erősítjük. Ne adjuk fel, ne áruljuk el azokat az értékeket, amelyekért a forradalom és a szabadságharc hősei küzdöttek. Amikor Lisznyai Kálmán költő Görgei Artúr tábornokot féltve odaszólt a csatában, tábornok úr, ugrassa lovát jobbra, mert Isten úgyse leüti a golyó. Görgei visszanézett, és csak ennyit mondott. Ha fél, hazamehet. Tisztelt ünneplő testvérek! A szeretetben nincs félelem. A 48-as vértanúk áldozata minket is kötelez. A szabadsággal nekünk is élnünk kell. Segítsen ebben mindnyájunkat az Isten. Isten áld meg a magyart! Buzdító gondolatokat, és javaslom, hogy a beszéd hatására is emeljük magasba zászlóinkat, legyünk büszkék jelképeinkre. Magyarország kormánya részéről L. Simon László, a Fidesz országgyűlési képviselője tisztelt meg jelenlétével. Őt hívnám a színpadra. Testvéreim! A pillanat, melyet élünk, komolyabb teendőkre szólít el bennünket. Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk, boldogulnunk kell nekünk is. Legyen béke, szabadság és egyetértés. Követeljük jogainkat, melyeket eddig tőlünk elvontak, és kívánjuk, hogy legyenek azok közösek mindenkivel. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt hölgyeim és uraim! Jókai Mór soraival köszöntöm Önöket, melyet nemzetünk nagy írója éppen 170 évvel ezelőtt, március 15-én intézett, az elnyomásból szabadulni akaró, a hazáért és a nemzeti önrendelkezésért harcoló polgártársaihoz. Igazi megtiszteltetés számomra, hogy a magyar történelmi jeles napján,
a marosvásárhelyi honfitársaimmal közösen emlékeztetek nemzetünk hőseire, együtt ünnepelhetjük meg hazánk polgárosodásának és függetlenségének egyik fontos pillanatát. E helyszín, a posterét és a székelyvértanúk emlékműve megkülönböztetett helyen van a szívünkben is, hiszen itt a szabadság iránti vágy, a bátorság és a vértanú halál mementójának árnyékában érezhetjük csak igazán át azt, amit eleink és a székely vértanúk is üzennek nekünk, Kölcsei szavaival élve. Négy szócskát üzenek, vésd jól, kebeled be, s fiadnak hagyd örökül, ha kihunysz, a haza minden előtt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az 1848-49-es forradalmi szabadságharcot méltán tekinthetjük történelmünk egyik legmeghatározóbb időszakának. Leráztuk magunkról a feudalizmus, a hűbéri rendszer békjóját, kiálltunk a hazáért, a függetlenségért, és ráléptünk a polgárosodás, a haladás, a társadalmi-gazdasági fejlődés útjára. Arra az útra, amelyről a 20. századi történések, Trianon, a két világháború és a kommunizmus is le akar téríteni bennünket, valljuk be, sokáig sikerrel. Aztán a 20. század végén a kommunista diktatúrák összeomlása elsodorta mindazokat, akik a nemzetügyeit rossz irányba kormányozták, és ismét lehetőséget kaptunk arra, hogy újjáépítsük nemzetünket, és visszatérjünk az elfeledésre ítélt identitásunkhoz. Ez egy csapdákkal és akadályokkal nehezített út, de mint 48-ban, úgy napjainkban is példát kell mutatnunk nemzetszeretetből és hazafiságból ahhoz, hogy utódaink jövője egy keresztény, a nemzeti identitásokhoz ragaszkodó Európában legyen biztosított. És hogy miről is szól 48 üzenete? A szabadság vágyáról és a polgári gondolkodásról. A független kormány megteremtéséről, a népképviseletről, a sajtószabadságról, a közös teherviselésről, a törvény előtti egyenlőségről, a felelős minisztériumok szükségességéről, az úrbéri viszonyok megszüntetéséről, és nem utolsó sorban unióról Erdéllyel. Ami szellemi, lelki értelemben ma is lehetséges. Éppen ezért tett meg mindent az elmúlt két kormányzati ciklusban a békés nemzetegyesítésért Orbán Viktor kormánya. Természetesen az igaz üzenetek megvalósításához bátor, tetrekész emberek is kellenek. 1848-ban pedig minden megvolt ehhez. Battyányi és Kossuth megérezték, hogy a birodalom meggyengülését ki kell használni, és a kitűzött célokat, a reformokat meg lehet valósítani. A gondolatokat tettek követték, március 3-án a pozsonyi parlament elfogadta Kossuth felirati javaslatát, 9-én az ellenzéki kör elfogadta a petíciós mozgalom tervét, 11-én már készült a pesti 12 pont fogalmazványa, és a bécsi forradalom kirobbanása után két nappal, március 15-én a pesti forradalom is kitört. A Pilvax kávéházból indulók élükön többek között Petőfivel, Vasvárival és Jókaival végigjárták az egyetemeket, ahol felolvasták a kiáltványt, Petőfi elszavalta a nemzeti dalt. A sikert látván délután már a Nemzeti Múzeum kertjében 10 000-es tömeg előtt tartottak nagygyűlést, amely a pesti városi tanácsot és a helytartó tanácsot is rábírta a 12 pont elfogadására. Így a helytartó tanács azonnal eltörölte a cenzúrát, és szabadon engedte a bebörtönzött Táncsics Mihályt. Tisztelt ünneplő marosvásárhelyiek! Az Európát elsöprő népharag tehát minket is elért. Hamarosan megalakult Magyarország első felelős kormánya a Battyányi kormány, a pozsonyi országgyűlés kimondta a közterviselést, a jobbágy felszabadítást és eltörölte a papi tizedet. Májusban a kolozsvári országgyűlés is összeült, és egyhangulag fogadta el az unió törvényt, melyben kimondta, idézem, az egyenlőség a hazának minden lakosaira nézve, nemzet, nyelv és vallás különbség nélkül, örök és változhatlan elvük elismertetik, és az ezzel ellenkező törvények ezennel eltöröltetnek, nyilvánítatnak. Természetesen a Habsburg udvar mindent megtett a hadügyi és a pénzügyi különállás megszüntetése érdekében, de elsősorban politikai módszerekkel.
Valójában azt várták, hogy a magyar kormány belebukik a jobbágy felszabadításba, vagy a nemzetiségi törekvésekbe. Azonban a Batthyány kormány által sarat, és ami még fontosabb, megállta a helyét. Az udvarnak így máshogy kellett az akaratát ránk erőltetni, fegyverrel akarták a forradalmat leverni. Fegyverre, polgártársak! Elszánt ember kevés és sokat tehet. Élet vagy enyészet vár a nemzetünkre, Isten kezében áll. De a mi kezünkben van becsületünk és a nemzet becsülete. Azért éljünk vagy halljunk, de maradjunk magyarok, szabadok, végleheletedbűig. Veselényi Miklós szavaiból kiderül, hogy a becsületünkért és a szabadságunkért küzdeni kell, akár a halált is vállalva. A forradalomhoz kellettek fiatalok, egyetemisták, kellettek a költők, írók, kellettek a katonatisztek, orvosok, földművesek, munkások, egy szóval mindenki, aki hitt a szabadságban. Mi büszkék vagyunk a forradalom névtelen hőseire, de tisztelettel ápoljuk az ismert hősök emlékét is, például a Biharból származó Irinyi testvérekét, a világhírű vegyészét Jánosét, aki részt vett a 12 pont megfogalmazásában, aki a Batthyány kormány idején az állami gyárak felügyelője, majd a nagyváradi lőporgyár és ágyúöntője vezetője lett. Büszkék vagyunk testvéreire, Józsefre is, aki a márciusi ifjak egyik vezéralakja volt, akinek neve máig egybefort a sajtószabadsággal. Vagy említhetném Vasvári Pált, aki erdészszerte szabad csapatokat verbuvált, majd élükre állva harcolt. Híres mondata mindnyájunk számára útmutatás. Az ágyút és a zászlót nem adom. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Meggyőződésem, önök is értik és átérzik mindezt, de büszkék lehetünk arra is, hogy a magyar kormány is megértette az idők szavát. Amit az erdélyi magyarságért tettünk és teszünk, méltán tekinthető egyfajta szabadságküzdelemnek. A magyar nemzet 2010-ben megkezdett közjogi egyesítésének köszönhetően immár több mint 1 millió új magyar állampolgárunk van, akik az állampolgársággal szavazati jogot is kapnak, ha regisztrálnak, így részt vehetnek az anyaország fontos döntéseiben is. Idén, január óta a határon túli magyar anyák is megkapják az anyasági támogatást és a babakötvényt a Köldőzsidó programnak köszönhetően. Kiemelten támogatjuk az egyházakat, a műemlékfelújításokat, a sportot, a kultúrát. A Szülőföldön Magyarul programmal a határon túli magyar nyelvű oktatást és nevelést. Mert tudjuk, hogy lányaink és fiaink jövője és szülőföldön való megmaradásuk a legfontosabb. Beindítottuk a külhoni magyar családi vállalkozók éve programot, mert azt is tudjuk, hogy a gazdasági stabilitás és függetlenség nélkül nincs jövőnk. Büszkén ünnepeltük meg önökkel tavaly a reformáció 500. évfordulóját, idén pedig méltósággal és teljes szívvel emlékezünk a tordai országgyűlésre, a vallásszabadság 450. évfordulójára. Tisztelt honfitársaim! Mindezen eredmények mellett természetesen azt is tudjuk, hogy önöknek nagyon nehéz dolguk van, amikor az identitásuk megőrzése a kérdés. Nincs magyar identitás az anyanyelvünk megőrzése és szabad használata nélkül. A Ceausescu érához vagy a Fekete Márciushoz képest talán jobb lett a helyzet, önök számos jogot vívtak ki maguknak a rendszerváltozás óta. Ám ez nem elég. Az őshonos kisebbségként élő erdélyi magyarok joggal várják a többségtől az anyanyelvi oktatás, művelődés és hivatali ügyintézés szabad gyakorlásának, a magyar nemzethez való tartozás megélésének, a szimbólumok szabad használatának garantálását. Ezért kell a széthúzás helyett együttműködés, a gyűlölködés helyett megértés. Ezért kell az anyaországi és a trianoni békediktátum a kisebbségi létbe kényszerített magyaroknak egymásba kapaszkodniuk, egymás segíteniük, és az egész európai közösséget veszélybe sodró folyamatokkal szemben együtt fellépniük. A közelgő áprilisi magyarországi választásoknak az a tétje, hogy bevándorló országgá válik Magyarország, vagy pedig fel tudjuk-e nyitni az európai népek szemét. Éppen ezért nem értek egyet azokkal, akik azt mondják, hogy az erdélyi magyarok csak a romániai választásokon szavazzanak. És azzal az állítással sem tudok azonosulni, hogy az erdélyi magyaroknak nem kell a magyarországi politikára figyelniük.
azzal meg végképp nem tudok egyetérteni, amikor a magyarországi kampányban és politikában való részvételt visszautósítók ugyanazzal a lendülettel a jelenlegi polgári kormányt autoriter rendszer kiépítésével vádolják. Mi ez, ha nem kettős beszéd? Mi magyarok határon innen és túl összetartozunk, és felelősséget viselünk egymás iránt. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy meg kell védenünk nemzeti értékeinket, meg kell védenünk, ami a miénk, és harcosan képviselnünk kell a nemzeti érdekeinket. És nekünk, magyaroknak nem csupán az értékeink közösek, hanem az érdekeink is. Márpedig az egyetemes, határokon átnyúló magyar nemzet akkor tud csak megmaradni, ha minden szövete megmarad. Önök, erdélyi magyarok, székelyek jelentik az egyik legfontosabb fonalat a szövetben, ezért önök nélkül nincs egységes magyar nemzet. Önök már számtalanszor bizonyították, hogy tiszta szívvel tudnak élni, tudnak ünnepelni és nagy célokat megfogalmazva küzdeni. A magyar kormány is nagy célokat fogalmazott meg, folytatni szeretnénk a megkezdett utat, ezért az emlékezés és a számvetés mellett cselekvésre is buzdítom önöket. Vegyenek részt az áprilisi magyarországi választásokon, és támogassák a hivatalban levő nemzeti kormányt. Értsük meg a múltat, formáljuk a legjobb tudásunk szerint a jelent, értsük meg a múltat, formáljuk legjobb tudásunk szerint a jelent, és építsük a jövőt. Ez a feladatunk, ha tetszik, a küldetésünk a mai világban. Ehhez kívánok önöknek sok erőt, kitartást. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Köszönjük első malászló ünnepi gondolatait. A kedden lezajlott forradalmi rímek szavalóverseny első helyezettje Helyi Boróka. A Bolyai Farkas Elméleti Liceum 10. osztályos tanulója lett, bennünket is megörvendeztet. Ady Endre magyar jakubinus dalát tolmácsolja nekünk. Ezt követően a költő is visszatér. Nemes Tibor idézi meg, aki a Kormorán a Költő visszatér című dalát énekli, de mindenek előtt tehát akkor Hegyi Borókát kérjük. Ady Endre magyar jakubinus dala. Újjunk vegyéből vérserken ki. Mikor téged tapogatunk, te álmos, szegény Magyarország. Vajon vagy-e? És mink vagyunk? Vajon lehet-e jobbra várni, szemünk és lelkünk fáj bele? Vajon fölébred valahára a szolganépek bábele? Ezer zsibbat vágyból miért nem lesz végül egy erős akarat? Hiszen magyar, olá, szláv bánat mindigre egy bánat marad. Hiszen gyalázatunk és keservünk már ezer év óta rokon, miért nem találkozunk süvöltve az eszme barrikádokon? Dunának, Boltnak egy a hangja. Morajos, halk, halotti hang. Árpád hazájában jaj annak, aki nem úr és nem bitang. Mikor fogunk már összefogni? Mikor mondunk már egy nagyot? Mi elnyomottak. Összetörtek. Magyarok és nem magyarok. Meddig lesz még úr a betyárság és pulyahad mi milliók? Magyarország népe meddig lesz kalitkás seregély fiúk? Hús koldusok Magyarországa, ma se hitünk, se kenyerünk. Holnap már minden a miénk lesz, hogyha akarunk, ha merünk. Thank you.
elszántva a határ, hol végtelen az ég. Nem kíván más, csak saját hazát, hol rövi a dal, s a szó. Aranyból, sárból születik majd tudós és álmodó. Európa közepén nincs többé haza, kerékbe törte vágyait gyilkosok hada. Gyűrű fogta szegény magyart, folyt csak folyt a vég. Vértanúkról szó ne dalj, s tán nincsen más remény. Csak a költő, ha visszatér, a költő, ha visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. Csak a költő, ha visszatér, a költő visszatér. Míg a földön ember él, a költő visszatér. Hol ember él, hol ember fél, a költő visszatér. Hol magyar él, hol magyar fél, Petőfi visszatér. A miniszterelnök üzenetét osztom meg önökkel március 15-e alkalmából. Március 15-e kiváló alkalom arra, hogy a romániai magyar közösséget ünnepeljük, és méltassuk az országunk területén az utóbbi évtizedekben kialakított nemzeti közösségek közötti jó együttélést. Barátsággal üdvözlöm magyar polgártársainkat most, 170 évvel azon történelmi pillanat után, amikor a magyar forradalmárok csatlakoztak az európai nemzeti felszabadítási mozgalmakhoz. Történelmi perspektívában is eljött az a pillanat, hogy arra fektessük a hangsúlyt, ami összeköti a románokat és a magyarokat, és ami elősegíti az emberi kapcsolatokat, a kulturális párbeszédet, a közös európai gondolkodást, valamint azon hagyományok és szokások ápolását, amelyek meghatároznak bennünket. Európában ma a nemzetiségek és kultúrák közötti különbségek a megértés és a kölcsönös tisztelet alapját kell képezniük. Ezért Románia támogatja az egység a sokszínűségben európai értéket, a nemzeti identitás kifejezését, a hagyományok, valamint nyelvi és kulturális örökségünk védelmét. Ebbéli erőfeszítéseikben számítunk a romániai magyarok érdekképviseleti és kulturális szervezeteinek támogatására. A centenárium éven nagy jelentőséggel bír az egész romániai társadalom számára, és ebben a kontextusban kiemelném a nemzeti kisebbségek hozzájárulását a romániai társadalmat meghatározó kulturális örökségeink kiépítésében, valamint a modern román állam kialakításában. Románia kormánya minden állampolgár közös erőfeszítésére számít, hogy olyan országot építhessünk közösen, amelyben mindannyian élni szeretnénk.
Isten éltesse a romániai magyarokat. Viorica Dăncilă, Románia miniszterelnöke. Magyarország miniszterelnökének Orbán Viktornak ünnepi üzenetét Flender Gyöngyvér konzul osztja meg velünk Magyarország csíkszeredai főkonzulátusa részéről. Honfitársaim! Ritka fényjelenség a történelemben az olyan pillanat, amely századok múltán sem veszít tökéletességéből és tisztaságából. 1848. március 15-én az első kokárdáktól a nemzeti dalon át a 12 pontig minden a magyarság összetartozását és szabadságvágyát hirdette. Azóta pedig a napnak a fénye épp úgy meghatározza életünket, ahogy bevilágította az egymástól való elszakítottság és a diktatúra legsötétebb évtizedeit is. Reményt adott, amikor az új tavaszra váró magyarság pincékben, padlásokon, széna alatt vagy téglarakásokban őrizte nemzetünk piros-fehér-zöld zászlaját, és bebizonyította, hogy amikor kiállunk egymásért, és vált-válnak vetve küzdünk közös céljainkért, akkor nincsen számunkra lehetetlen. Ma ismét eljött az idő, amikor együtt kell megvédenünk szabadságunkat és ezer éves kultúránkat. Mert mi magyarok ma sem kívánunk mást, mint hogy közösen ünnepelhessük hőseinket, és olyan világot építhessünk magunknak, amelyben szabadon használhatjuk nyelvünket, és büszkén mondhatjuk el, hogy akárcsak őseink, mi is az erő, a hűség és a jövőbe vett reménység színeiben akarunk élni a Kárpát-medencében. Engedjék meg, hogy az 1848-as forradalom és szabadságharc 170. évfordulóján tisztelettel köszöntsem Önöket, és azt kívánjam, még sok száz évig zengjen Beregszásztól Újvidékig és Dunaszerdahelytől Csíkszeredáig, hogy éljen a magyar szabadság, éljen a haza! Budapest 2018. március 15-e, Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke. Az 1848-49-es szabadságharc talán az egyetlen olyan forradalom, melynek központi helyén egy vers áll, ez pedig Petőfi Sándor nemzeti dala. Sebestyén Aba színművész előadásában hallgatjuk. Talpra magyar! Híj a haza! Itt az idő most vagy soha. Rabok legyünk, vagy szabadok, ez a kérdés. Válasszatok! A magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Rabok voltunk mostanáig. Kárhozottak ősatyáinkig szabadon éltek, haltak, szolgaföldben nem nyughatnak. A magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Sehonnai bitang ember, ki most ha kell, halni nem mer. Kinek drágább rongy élete, mint a haza becsülete, a magyarok Istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Fényesebb a láncnál a kard, jobban ékesíti a kard, és mi mégis láncot hordunk. Ide veled, régi kardunk, a magyarok Istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. A magyar név
megint szép lesz. Méltó régi nagy híréhez, mit rákentek a századok, lemossuk a gyalázatot, a magyarok istenére esküszünk. Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak, és áldó imádság mellett mondják el szent neveinket. A magyarok istenére esküszünk, esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk. Ki szívét osztja szét című dalát hallhattuk Nemes Tibornak és Máté Péternek köszönhetően. A Maros megyei tanács és a Maros megyei RMDSZ elnökét, Péter Ferencet kérem, hogy mondja el ünnepi beszédét. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelt hölgyek és urak!
Március 15-én évről évre összegyűlünk, hogy megemlékezzünk a 48-as forradalomról és szabadságharcról. Múltunknak erről a meghatározó eseményéről, amelyre mindannyian büszkék vagyunk. Mégis nem a büszkeség elsősorban az, ami ide vonz minket a postarétre, hanem az összetartozás érzése, az a közösségi élmény, amelyet ez az ünnep nyújt nekünk, erdélyi magyaroknak. 1848-ban a márciusi ifjak által kirobbantott forradalmat a szabadságharc követte. Elődeink ezt a harcot nem csak magukért, nem csak saját szabadságukért és nemzeti önrendelkezésükért vívták, hanem az őket követő generációkért, így értünk is. A szabadság utáni vágy és a nemzethez való tartozás érzése ma ugyanolyan fontos nekünk, mint a 170 évvel ezelőtti márciusi ifjaknak, és fontos volt mindig az elmúlt évtizedek során, még akkor is, ha ezek az értékek mást és mást jelentettek a különböző nemzedékeknek. Március 15-én újra feltesszük a kérdést. Hol tart ma a szabadságunk? Mennyire érezhetjük magunkat szabadnak akkor, amikor üldözik a szimbólumainkat, amikor meghurcolják közösségi vezetőinket, amikor a törvény által szavatolt jogainkat nem engedik érvényesíteni? Ezekre a kérdésekre csak egy a válasz, hogy korlátozva vagyunk a szabadságunkban. Hiszen nem használhatjuk anyanyelvünket a hivatalokban és a köztereken, a mai napig vitát és feszültséget kelt az a kérdés, hogy mikor és hogyan használhatjuk nemzeti szimbólumainkat. Sok esetben kell azzal szembesülnünk, hogy nehezen kivívott jogainkat nem tartják tiszteletben. Elég, ha a katolikus iskolára gondolunk. Két éve szinte szélmalomharcot vívunk a római katolikus teológiai liceumért, azonban sosem fogjuk feladni. Sikerült a parlamenti 6% mellé további 45%-ot hozzátenni, és egy olyan törvényt elfogadtatni, amely által zavartalanul folytathatja a működését a felekezeti iskola. Tisztelt ünneplő közösség, bízom abban, hogy az Alkotmánybíróság nem emel kifogást a törvény ellen. Azt kérem, gondolom mindannyiunk nevében, országunk államelnökétől, hogy jó keresztényként, egy másik fontos államalkató kisebbségi közösség tagjaként támogassa a felekezeti anyanyelvű oktatást. Tisztelt hölgyek és urak, a mi nemzedékünknek másfajta nehézségekkel kell szembenéznie, mint elődeinknek. El kell fogadnunk, hogy kisebbségi lét egyik velejárója, hogy jövőnket nem csak mi alakítjuk. De emiatt nem kell keseregni vagy kétségbe esni. A történelem bizonyítja, hogy a magyar ember nem ijed meg a nehézségektől, és mindig kiáll igazáért. Ha kellett, harcba is szálltunk az igazságért, de amikor csak lehetett, kerültük a konfliktusokat, mert a békés megoldások hívei vagyunk. 28 évvel ezelőtt itt Marosvásárhelyen került sor a legnagyobb békés tömegdemonstrációra, hiszen akkor nem valami ellen, hanem közösségi céljaink mellett állt ki a 100 000 magyar ember, aki könyvvel és gyertyával a kezében vonult fel a város utcáin. A méltóság teljes néma, gyertyás felvonulás erőt, eltökéltséget sugalt. Az akkor megmutatkozott közösségi összefogás kétségtelenül ma is példaértékű. Ezen az úton kell járnunk ma is, határozott célokat kell megfogalmaznunk, és kitartással, elszántsággal kell küzdenünk azért, hogy ezeket valóra is váltsuk. A román centenárium évében a kisebbség és a többség viszonya komoly kihívás előtt áll. Ez az év sorsdöntő lehet, amikor javulhat, de romolhat is a kapcsolat a román és a magyar közösség között. 100 évvel a gyulafehérvári nagygyűlés követően egyre divatosabb, vagy fiatalosan fogalmazva trendibb, nagy hazafinak lenni. Egyre több olyan politikus van, aki a hazafiasságot abban látja, ha minket, erdélyi magyarokat megbélyegez, ha állami veszélyforrásnak állít be. A hazafiasság az jó dolog.
Azt nem szabad összetéveszteni a gyűlöletbeszéddel. A hazafiasság azt jelenti, hogy azon dolgozzunk, hogy legyenek végre autópályák országunkban, hogy ne szüntessenek meg 100 vonatjáratot, hanem korszerűsítsék a vasúti közlekedést, hogy a fiataljaink itthon maradjanak, hogy itthon tudjuk tartani őket, hogy a családok megélhetése kiszámíthatóbb legyen, hogy kórházaink európai szintű ellátásba részesüljenek, hogy szüleink a sok éves elvégzett munkához méltó nyugdíjban részesülhessenek. Tisztelt hölgyek és urak, mi az elmúlt évben mindezekért dolgoztunk. Az elmúlt időszak munkájának eredményeképpen 520 mezőségi család kapott anyagi támogatást, amely által fejlesztheti vállalkozását és gazdaságát. A mezőségi gazdaságfejlesztési program által biztosítani tudjuk az itthon maradást, a szülőföldön való boldogulást. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség ezúttal is köszönetet mond Magyarország kormányának a segítségért. A magyar-magyar összefogás eredményeként Erdélyben is több óvoda és bölcsőde fog épülni. A gazdasági és infrastruktúrális segítségen túl kulturális örökségünk megőrzésében is állandó segítséget kapunk az anyaországtól. Most rajtunk a sor, hogy támogassuk Magyarország kormányát, arra biztatok minden állampolgárt, hogy éljen szavazati jogával, vegyen részt az április 8-i választásokon. Tisztelt ünneplők! Az RMDSZ idei évre tűzte ki célul, hogy megmutassuk a többségi társadalomnak, kik vagyunk. Mivel járultunk hozzá mi, erdélyi magyarok, ennek az országnak a történelméhez az elmúlt 100 évben. De azt is meg szeretnénk fogalmazni, hogy merre tartunk, és hogyan képzeljük el a közös jövőt. 1000 éve élünk Erdélyben, 100 éve Romániában. És itt szeretnénk maradni a következő 1000 évben is. Mert ez az otthonunk, és azt szeretnénk, ha 2018 a párbeszéd éve lenne. Itt az idő, hogy elkezdjük a párbeszédet a közös jövőnkről. Ez nem egyszerű, ezzel tisztában vagyunk mindannyian. Hiszen csak akkor tudunk közösen építkezni, ha túllépünk a sérelmeinken. Az idei év nem csak az erdélyi magyar kisebbség számára lehet sorsfordító, 2018-ban egész Európa szintjén változhat a kisebbségek helyzete, ha sikerül érvénybe léptetni a Minority Safe Pack kezdeményezést, amely a kisebbségi jogok európai szintű szabályozását sürgeti. Ez a polgári kezdeményezés az Európai Unió történetében először teremt lehetőséget arra, hogy Európa szintjén egységes törvénykezés rendelkezzen a kisebbségi jogokról. Ahhoz, hogy ez megvalósulhasson, 1 millió személynek kell támogatni aláírásával a kezdeményezést a hónap végéig. Itthon, Erdélyben eddig 264 ezer aláírás gyűlt, Európa szerte pedig összesen 837 ezeren támogatták ezt a fontos kezdeményezést. Nagyon közel állunk a célhoz, de nem dőlhetünk hátra, nem bízhatjuk a sikert sem másra, sem a véletlenre. Arra kérünk mindenkit, aki ma idejött ünnepelni, hogy írja alá az európai kisebbségvédelmi kezdeményezést, ha még eddig nem tette meg. Önkénteseink és a szervezők segítenek ebben. Tisztelt egybegyűltek, összefogásra, közös cselekvésre van szükség ebben az ügyben is, mint ahogy összefogásra volt szükség 1848-ban, és minden fontos társadalmi változás idején. Hiszem azt, hogy mi, Maros megyei és erdélyi magyarok 2018-ban is össze tudunk fogni, hogy jogainkért és közös céljainkért harcoljunk. A célunk pedig az, hogy olyan Erdélyt építsünk, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjainkat, ahol nincsenek veszélyben a jogaink és az értékeink. Tisztelt ünneplő közösség, tisztelet a bátraknak! Köszönöm megtisztelő figyelmet! Vas Levente parlamenti képviselő, a marosvásárhelyi RMDSZ elnöke osztja meg ünnepi gondolatait. Tisztelt marosvásárhelyiek, maros megyeiek, kedves meghívottaink!
Mezőmadarason voltam ma reggeltől, és töltöttem az ünnepre. A Petőfi szobornál hallgattam meg egy fiatal diáknak a szavallatát. 19-25 évvel ezelőtti idő jutott eszembe, amikor én is felhevülten, fiatalon szavaltam a dicsőséges nagyulakat. Engedjék meg, hogy a kedves fiatal kollega után nem olyan jól, mint ahogy ő, milyen ügyesen ő szavalta, de Petőfi versének a két versszakával kezdjem a beszédemet. Dicsőséges nagyulak, hát hogy vagytok? Viszkete úgy egy kicsit a nyakatok. Új divatú nyakra való készül most számotokra, nem cifra, de jószoros. Tudjátok-e, mennyit kértünk titeket, hogy irántunk emberiek legyetek? Vegyetek be az emberek sorába, rimánkodott a szegény nép, s hiába. Megkérdezhetjük, vajon miért képes március 15-e 170 év után is ennyi marosvásárhelyi magyart, ennyi marosmegyei magyart ide a postarétre hívni? Vajon miért van ez az üzenet a lelkünkben, az eszünkben, beleépülve a génjeinkben? Gondolkodtam rajta, és engedjék meg, hogy egy változatot elmondjak. Hát, ha önök hazamenve este családi beszélgetésnél egy pohár forró bor, vagy pedig egy pohár forró tea mellett végigbeszélhetik ezeket a dolgokat. Valószínű azért, mert fiatalként ezt láttuk benne. A lázadást, a változtatást, a változtatás lehetőségét, a világot megváltó gondolatainkat, ahogy kinyílott az eszménk, az eszünk, a magyarságunkért való aggodalmunkat fiatal emberekként, fiatal asszonyokként, lányokként és fiúkként. Azt gondoltuk, hogy igen, van társadalmi igazságosság, társadalmi méltányosság, hogy képesek leszünk a mi életünkbe ezt jobbá varázsolni, hogy tényleg a nép legyen fölül, és az urak legyenek alul. De lehet, hogy az is benne van, és azért maradt 170 év után is friss és élő március 15-ének az emléke, mert benne van mindannyiunk a középosztálynak a hazaszeretete. A szülőföld szeretetünk van benne. Petőfit idézve, járjatok be minden földet, melyet Isten megteremtett, és nem akadtok bizonyára a magyar nemzet párjára. Oly szép ország, oly virító, szemet, lelket andalító, és oly gazdag. Három gyermekes családapaként sokat gondolkozom, valószínű önökkel együtt, nagytatákkal, nagymamákkal, szülőkkel együtt, hogy vajon lesz-e majd öregségünkre, aki vigyázzon ránk. Vajon eléggé elmondtuk ki a fiataljainknak azt, hogy a szülőföldön maradás, a megmaradás egyetlen záloga. Vajon március 15-e nem hozza ezt is pluszba számunkra? Vajon nem ezért él ma is ilyen élénken a lelkünkben? És a harmadik, engedjék meg, hogy arra gondoljak, ugyancsak Petőfit idézve, ha férfi vagy, légy férfi, és ne hitvány, gyönge báb, mit kény és kedv szerint lök a sors idén odább. 170 év alatt valószínű ezeknek a soroknak más értelme, más-más értelme volt. Ma nem kardcsörgetést jelent, ma nem ing széthúzást és a golyó várását jelenti ez, hanem azt, hogy fogat összeszorítva, jogaink és elveink mellett kiállva azt kérjük, hogy itt, ebben, ezen a szülőföldön, a Kárpát-medencében helyünk legyen, és a jogainkat, a gazdasági boldogulásunkat megkaphassuk, hogy a gyerekeink itthon maradhassanak. Azt jelenti, hogy ha másoknak a katolikus iskola az semmi, nekünk egy pici parányi dolog, de fontos. Ha másoknak az utcanevek semmi, nekünk az rendkívül nagy dolog. Ha másoknak a módja kérdése nem számít, és nem is beszélnek róla, számunkra fontos. És engedjék meg, hogy nem húzva tovább a szót,
egy szerelmes versnek egyik idézetével zárjam a beszédemet. Nem Petőfi. Balási András barátom szerelmes versének egyik sora, amit én azt hiszem, hogy axiómaként választhatunk magunknak itt Marosvásárhelyen. És ez az, amire vállalkozunk. Vállalkozzunk együtt, közösen, politikum, marosvásárhelyi magyarok, fiatalok és idősek egyaránt. A moha, a lösz, a sás, minden, ami változás, és mégis megmaradás. Ez legyen a mi elszavunk, ez legyen egymás iránt az elképzelésünk akkor, amikor leülünk és a közös dolgainkról beszélünk, és álljunk ki egymás mellett. Mert 20 év alatt, higgyék el, 5 szervezetet építettem fel a nullából, és még soha nem találkoztam olyan nehéz helyzettel, mint amit a Marosvásárhelyi RMDSZ-ben kell, 15 éve szőnyeg alá söpört szervezetben kell újraépítsünk. És ez az önök segítsége nélkül, a Marosvásárhelyi, a Maros megyei magyar közösség zárása nélkül, a külső támogatások nélkül, legyen az Bukarest, vagy Budapest, vagy Brüsszel, nem fog sikerülni nekünk. És ha Marosvásárhely 1990-es években Kolozsvár mellett volt testtel és lélekkel a Hunár korszakban, emlékezzünk vissza erre, akkor ma marosvásárhelyieknek, ma nekünk is jogunk van azt kérni mindenkitől, hogy mellettünk legyen abban a harcunkban, hogy 2020-tól magyar polgármestere legyen Marosvásárhelynek. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük mi is tánccal és dallal folytatjuk. A Szerafin Dujko általános iskola Rügyezők furúja csoportját, majd a Csillagfény néptánc együttest láthatjuk, hallhatjuk. Thank you.
Gyertek holnap is, hallatszott a közönségből, legyen így. Kedves közösség, ünneplő közösség, a koszorúzás ünnepi momentuma következik. Elsőként Elsimon László fideszes képviselő helyezi el koszorúját. Vásárhelyi Tanács RMDS frakciója. És Sós Zsoltán. A Szapiencia Erdélyi Magyar Tudományegyetem nevében dr. Dávid László, a Szapiencia Emte rektora, dr. Kelmen András, a Marosvásárhelyi kar dékánja, dr. Bakó László, dékán helyettes, Ferenc Katalin és Oszián Pálma Rózária a hallgatói önkormányzat részéről.
Boros Szent Anna alpolgármestere és Kovács Ilona Mezőmadaras alpolgármestere. Részéről Birtalan István és Frunza Csenge. A Marosvásárhelyi Magyar Diák Szövetség részéről Fábián Emese és Makkai Zsigmond Dórán. A Bolyai Farkas Elméleti Liceum részéről Hajdu Zoltán és Molnár Zoltán aligazgatók. Ferenc megyei elnök. A nagyárnyai RMDSZ nevében Márkos Pál és Márkos Mónika. Szabó Ernő és Bárint János. Az erdélyi magyar baloldal részéről Gál Éva és Szabó Anna Mária. A történelmi vitézirend Maros szék részéről Huszti Orbán Sarolta és Makkai Éva. A történelmi vitézirend részéről tehát Huszti Orbán Sarolta és Makka Éva következik. A Magyar Szülők Szövetsége nevében Csíki Csengele és Kajtár Kinga. Hamarolpár Benjamin és Gál Sándor alpolgármester.
Általános Iskola Rügyezők Furulya Csoport nevében Babos Igolya és Babos Zsolt, illetve a Furulya Csoport. Thank you.
Szabadkinti Önkormányzat nevében Budó előtt Barna polgármester és Kovács Attila RMDS elnök. Vásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság nevében Fülöp Mária és Máté Márta. A Mártai Szeretett Szolgálat részéről Turit Viktória vezető, Pollák Erzsébet és Turit János. Albert Sportliceum részéről Csíki Zsolt igazgató. A kerületi RMDS nevében Szabó Árpád megyei tanácsos. A Medgyesfalvi 6-os RMDS körzet nevében Varró Huba elnök. A Jobbik Magyarországért mozgalom részéről Lokodi Levente. Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács részéről Cseh Gábor és Kis Attila. A Református Kollégium Bolyai Farkas Liceum öreg diákok baráti köre részéről Kis Attila és Nemes István. Ekonomika Alapítvány részéről Kozma Mónika és Gerébe Nőke. A dr. Bernádi György Kulturális Alapítvány részéről Bakó Szabolcs. Szövetség képviselete. Mezőmadaras község polgármestere Dávid Gyula Árpád. Nyomádi Ferenc és Igés Dolgotól. És végül a Marosvásárhelyi Református Kollégium részéről Sikó Judit igazgatóhelyettes és Márton előtt iskola lelkész.
himnuszaink eléneklése előtt én megköszönöm a megtisztelő jelenlétet és figyelmüket. Ne feledjék, hogy a megemlékezések sora 6 órától a Kultúrpalotában folytatódik a könyv és gyertya gála műsorral.